A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! A Völcségi Önkormányzatok Társulásának ülését tartották hétfőn délután, ezúttal Izményben. A társulásnak 25 település a tagja. A mostani ülésük legfontosabb napirendi pontja a zárszámadás volt. Mint kis település, nagyon kevés lehetőséggel, de minden lehetőséget megfogva próbálunk élni, gyarapodni, jobbá tenni a település helyzetét, életét. Pályázatok hiány, ugye nem nagyon tudunk előre menni, nagyon sok munkában megyünk, így is, hogyha van egy pályázat, akkor azt nagyon sok munkával kiegészítve. Kelemen Ferenc Izmény polgármestere köszöntötte a társulás tagjait, aki egy pár szóban a településről is beszélt. A településünk, ugye egy kis település, 500 fős lakosságszámunk, sajnos ugye egyre fogyunk, öregszünk, fiatalok nagy része ugye vagy Pest, vagy külföld, az idősek vagyunk, nagyon kevés. Hát most azt mondhatom ebbe az évbe, vagyis a tavalyi évet véve, a 16-16-ban született 7 gyerekünk, ez az év ez körülbelül ugyanez lesz, úgyhogy most ez egy növekvő tendenciát mutat településünkön. Bízom benne, hogy megáll az elvándorlás, megpróbálunk kihozni ebből a kevés lehetőségből, ami nekünk adatik, hogy minden, amit lehet a településért, hogy jobbá tesszük a település életét, az emberek itt létét, megpróbálunk mindenfajta pályázaton indulni. Most tudom mondani, hogy van 2 sikeres pályázatunk, egy orvosi rendelő, nem felújítás, hanem egy teljesen új orvosi rendelőt fogunk még talán ebbe az évbe el fogjuk tudni kezdeni. Egy orvosi rendelő, védőnő és fogorvost foglal magába ez az épület. Van egy nyertes pályázat, ami Bonyháddal közösen az óvoda felújításra, oda egy olyan 20 milliós résszel fogjuk tudni felújítani az óvodánkat. Ezen kívül még vannak pályázataink, ami még nincsenek elbírálva. Bízunk benne, hogy lesz még egy-kettő, ami pozitív elbírálásban van. A hétfői ülés egyik legfontosabb napirendi pontja a zárszámadás volt. Tanácsülést megelőzte a pénzügyi bizottság ülése, ami minden olyan pénzügyi kérdést illető napi rendet. Nem kívántam külön szóban kiegészíteni, csak annyit tettem hozzá az elszámadás napi rendjéhez a bizottsági ülésen, hogy miután ugyanaz a csapat készíti a társulásnak az elszámadását, mint amelyik Bonyhádváros önkormányzata, jelesül Fausz Józsefné pénzügyi osztályvezető és Csilla a pénzügy részéről a másik felét, ezért pontosan azt a precíz és nagyon mindenre kiterjedő beszámolót tudtuk most a társulás elé terjeszteni, mint amit mi már megszoktunk a saját városunkba. Bonyhád polgármester asszonya, aki egyben a társulás elnöke is, elmondta, hogy ilyen ülésekre milyen időközönként is van szükség. A társulásnak alapvetően 6 ülése van egy évben, ez amiben megegyeztünk, de természetesen az élet hozhatja úgy, hogy ennél sűrűbben kell találkoznunk egymással. A mostani ülésen a legfontosabb napirendi pontunk az a zárszámadás volt. Vannak kötelező feladatai, amit el kell látni a társulásnak, napirendi pontok az illetően, és vannak olyanok, amit önként vállaltunk, ugyanúgy, mint az önkormányzatoknál. Azt gondolom, hogy a Völcségi Önkormányzatok Társulásának a fennmaradása és a létjogosultsága az erőssége az, hogy az elmúlt év elejére, 2016 január 1-ére úgy álltunk föl a 25 településsel, akik tagjai a társulásnak, hogy mindenki olyan közös feladat ellátásban vesz részt a társulásban, ami számára fontos, és amire ő költségvetést is biztosít, és amit közösen szeretne ellátni. Önmagában egy-egy önkormányzat nagyon sok feladatot vagy nem tudna, vagy sokkal költséghatékonyabban, vagy drágában tudna csak ellátni. Ez a lényege a társulásnak, de hogy ki mit vállal, közös szerepvállalást, a saját maga dönti el, ezért létrehoztunk tagok 1, tagok 2 és tagok 3 csoportot különböző feladatokra. Azért örülök annak, hogy a legtöbb feladatban valamennyien benne vagyunk, mind a 25 település, hiszen a Bonyhád teljes bonyhádi járás felületét lefedi a társulásunk is. És vannak olyan feladatok, közös feladatok, amikben kevesebben vagyunk együtt. De ezért is volt ennyire egyetértés a mai zárszámadás elfogadásakor, hiszen mindenki annyit fizetett az elmúlt évben, és olyan feladatokra, olyan közös célokra, amit ő maga is akart. Az ülés legtöbb napi rendi pontját a tagok egyhangúan elfogadták. A társulás nyára nem tervez ülést, legközelebb csak ősszel szeretnének összeülni.
A Magyar Hősök Napját május utolsó vasárnapján tartják, ilyenkor azokra a magyar katonákra és civilekre emlékeznek, akik életüket adták Magyarországért. Az ilyen ünnepségeken általában katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzást tartanak. Így történt ez Vonyhádon is, a II. Világháborús emlékműnél. A megemlékezésen Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is tiszteletét tette. Potápi Árpád János államtitkára. Az ünnepségen az államtitkár mellett Bonyhád polgármester asszonya, bonyhádi rendőrség és még sokan mások is készültek koszorúkkal. Kedves bonyhádiak, kedves vendégek, a Kárpát-medence minden tájáról sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Hősök Napja alkalmából, a megemlékezés alkalmából. Márai Sándor gondolataival szeretettel köszöntöm mindnyájukat ezen a mai alkalmon, ahol hőseinkre, magyar katonákra és civil áldozatokra egyaránt emlékezünk. Márai szavai fejezik ki talán a legteljesebben, kik előtt is hajtunk ma fejet. A hős ellenvonása ugyanis nem az, hogy győz. Mi magyarok jól tudjuk ezt, a mi hőseink ugyanis nem diadalmas uralkodók és nem győztes hadvezérek. A legnagyobb életpéldákat azok jelentették és jelentik ma is a számunkra, akik akkor is kiálltak hazájuk igazsága mellett, amikor már reményük sem maradt a győzelemre. Mert nem fegyveres erő állt mögöttük, hanem erkölcsi tartás. A Hősök Napját 1917-ben iktatták törvénybe, ám a kommunista időszakban 1945-től nem tartották már meg. A rendszerváltás óta emlékezünk újra az elesett katonáinkra. Országosan fontos az, hogy ezt a napot ünnepeljük, és tudjunk róla. Itt Bonyhád városában a hétvégi rendezvény párhuzamosan szerveztük meg ezt a megemlékezést. Igazándiból az ötletet ez a rendezvény adta, hogy hozzuk ide ezt a megemlékezést, hogy Bonyhád városnak van egy egész hétvégét átölelő katonai hősök napja hagyományőrző rendezvény, amelyen egyébként évek óta mi részt veszünk, mint kiállító és résztvevő, és gyakorlatilag ez adta az ötletet, hogy ezt most ebben az évben itt csináljuk meg. 2001 óta törvénybe van foglalva, hogy május utolsó vasárnapján minden fegyverrel vagy fegyvertelenül harcoló férfira és nőre emlékezni kell, akik az ország védelmére keltek. Több jogszabályunk, országgyűlési határozatok, illetve törvények is szólnak a Hősök Napjáról. 1915-ben határozták el először, aztán majd 17-ben, a 20-as években, és a rendszerváltás után, 90 után is, hogy a Hősök Napját meg kell ünnepelni, illetve meg kell emlékezni a magyar hősökre. Az első világháború idején akkor a jogszabály úgy fogalmazott, hogy az akkor zajló háborúban, akik az életüket áldozták a hazáért, aztán utána ez módosult, hiszen több világháború és forradalom is bekövetkezett a 20. században. Ma azt mondhatjuk, hogy május utolsó hétvégén, utolsó vasárnapján mindazokra a hősökre emlékezünk, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségéért, ezért a népért, az országunkért. Éljenek akár a mai Magyarország területén, vagy a régi Magyarország területén, hiszen mindannyian közösen ezt az országot építették és védték, és nem csak a katonákra emlékezünk meg, hanem a civil áldozatokra is, hiszen a 20. század világégései több százezer civil áldozatot is szedtek, és őrájuk is kell emlékeznünk, amikor a Hősök Napjáról beszélünk. Ezen a napon most már országszerte megemlékezést tartanak. Ez Bonyhádnak és térségének is fontos volt. Örülök annak, hogy mind egyre több településen emlékeznek meg a Hősök Napjáról, akár kis falvak esetében, akár pedig városokról beszélünk. Innen Bonyhádról is több mint 300-an áldozták az életüket az első, illetve a második világháború idején, és nyilván nem csak a bonyhádiakra emlékezünk, hanem emlékezünk a majosiakra, a szerdahelyiekre, a tabódiakra, a ladományiakra, azokra a településeken élőkre, illetve áldozatokra, amely települések ma már Bonyhádhoz kapcsolódnak. És emlékezünk arra a
közel 1300 izraelitára vagy zsidó származású magyarra, akiket 1944-ben hurcoltak el Bonyhádról, és akik 90%-ukban nem tértek vissza az akkori nagyközségbe. És természetesen emlékezünk mindazokra a németekre, akiket elüldöztek a hazájukból 1945 után, nagyon sok bonyhádit is közülük, és mindenkire, akik megszenvedték a II. Világháború borzalmait, de az 56-os hősökre ugyanúgy. A Hősök Napja keretein belül nem csak koszorúzás volt, hanem egy évről évre megrendezett háromnapos fesztivált is szerveztek a Gyereknap, a Hősök Napja, valamint a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A Bonyhádi Művelődési Központban tartott konferenciát szerda délután a Nemzeti Pedagógus Kar. A rendezvényre a Tamási Tankerületi Központ intézményeinek pedagógusai érkeztek. A konferencia célja, hogy a pedagógusokkal ismertessék, hogy ez a szervezet megbízható, és bármikor hozzájuk fordulhatnak. A konferencia kezdete előtt gyerekek adtak műsort a résztvevőknek. A programot azért is szervezték, mert nem sokára pedagógusok napja lesz, ezért szerettek volna egy kicsit a megjelent tanároknak kedveskedni. A Nemzeti Pedagógus Kar 2014. júniusában alakult, mint szervezet. A Nemzeti Köznevelési Törvény hozta létre, a szabályait is, a tagságát is beszabályozta. Azóta már nagyon sok országos rendezvénye volt, felálltak az országos szervei, a területi szervei, és most itt vagyunk Tolna megyében és Bonyhádon, és itt a területi szervek szervezik ezeket a mostani előadássorozatokat. A szakmai munka megsegítésére jött létre ez a szervezet. A konferenciáknak ez is a célja, hogy ezt bebizonyítsák. A konferenciák, az előadássorozatok, a szakmai tagozatok, akik végzik a munkájukat, azok így, mint itt Bonyhádon is, szeretnék a tagságnak, a pedagógusoknak megmutatni azt, hogy valóban szakmai alapon szerveződött ez a kar, azért, hogy a szakmai munkát segítse, egy szakmai érdekképviselet. A Nemzeti Pedagógus Kar azt szeretné, hogy minden pedagógus és minden diák úgy mehessen iskolába, hogy az az érzés legyen bennük, hogy el tudják végezni feladataikat, és ne csak azon gondolkozzanak, hogyan fogják az iskolában túlélni a napot. Önmagában szerintem már az siker, hogy ez alatt a 2,5 év alatt, majdnem 3 év alatt, amióta megszerveződött tulajdonképpen a köztestület, az alatt sikerült kialakítani azokat a munkánk elvégzéséhez óhatatlanul szükséges szervezeteket, akik tudják segíteni azt, hogy elvégezhessük a feladatainkat. Megalakultak a területi küldöttek, megosztották a területi küldötteket, megalakultak a területi elnökségek, valamint létrejöttek a szakmai tagozatok, amelyek az egyes kérdések megválaszolásában, a javaslatok megtételében segíthetik az országos elnökség munkáját, hiszen a mi feladatunk igazából tényleg csak az, hogy ezeket összegyűjtsük, ezeket a véleményeket, javaslatokat, és ezt aztán közvetítsük az oktatás irányítói felé. Nyilván úgy értelmezem én a feladat, hogy akkor tudjuk ellátni rendesen ezt a feladatunkat, hogyha szinte minden iskolába el tudunk jutni, ha mindenféle véleményt, kisebb település, nagyobb város, hátrányos helyzetű régió, fejlettebb régió, általános iskola, kollégium, szakképzés, mindenfelől megkapjuk azt a kollégát, azt a segítséget, ami nélkül mi nem tudunk sikeresen működni. Ha ez így lesz, én azt már sikernek értékelem. Az, hogy mit érünk el, az ugye nem teljesen csak rajtunk múlik. Mi csak véleményt fogunk mondani, informálni fogjuk az ágazatot abban, hogy mi lenne a jobb, mitől lenne hatékonyabb, mitől lehetne sikeresebb oktatásért csinálni. Magyarországon az, hogy mi ennek hatására milyen jogszabálymódosítások, milyen rendelek történnek, azt nem mi intézzük, éppen ezért azt nem tudom garantálni senkinek, hogy ettől sikeres lesz minden. De természetesen minden olyan fontos kérdésben, amelyek előkerültek, akár a tüntetések kapcsán korábban is, szeretnénk konkrét javaslatokat tenni, és komoly véleményformálók lenni, akár a tankerületekkel kapcsolatban, hiszen azért történtek átalakítások, akár a pedagógus életpályával kapcsolatban, az előmeneteli rendszerrel kapcsolatban, az ellenőrzésekkel, tehát tanfelügyelet, minősítésekkel kapcsolatban, és természetesen, amit legfontosabbnak tartok, az a pedagógiai munka, ami az osztálytermekben, az iskolákban zajlik, pedagógusok és a diákok között. Az elnök szerint a régi módszerek sokáig eredményesek voltak, de most változtatni kéne, hiszen a gyerekeknek elsősorban nem reprodukálható tudás kell, hanem ha majd az életben akármilyen munkát vállalnak, ott tudjanak kommunikálni, együttműködni, legyenek képesek kritikus gondolkodásra is, és legyenek kreatívak. A konferenciának egyrészt ez is a célja.
Az elnök a pedagógusoktól szeretne segítséget kérni. Hogy innen a megyéből is megkapjuk azokat a javaslatokat, amelyek már ezekre a településekre jellemzők, ezekre a különböző városokra vagy falvakra. Milyen nehézségek vannak, írják meg nyugodtan akarnak, és akkor meg fogunk foglalkozni vele. Hiszen akárhogy is nézzük, bár a nagy problémák országosan nagyjából hasonlóak, ettől függetlenül létezhetnek konkrét települések, akár megyék, vagy kisebb részek is, ahol speciális problémák is adódhatnak. Szeretnénk ezekről minél többet tudni, hogy képviselhessük a pedagógusokat. Másfelől pedig szeretném elmondani nekik azt, hogy meg az eddigi munkánk alapján tájékozódjanak, nézzék meg, alakuljon ki az a bizalom, hogy valóban el tudják mondani, elhiszik azt, hogy igazából tényleg képviselni próbáljuk a pedagógusokat. Egyébként mi is munka mellett, tanítás mellett végezzük, hogy nyilván nekünk is vannak szakmai gyakorlati tapasztalataink. A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatott önkormányzattal rendelkező köztestülete. Általában a színekkel nem rendelkező fotókat fekete-fehérnek hívjuk, pedig azok valójában szürkék. A Bonyhádi Képtárházban a Szürke 500 árnyalata címmel nyílt kiállítás. A képeket a Balogh Rudolf díjas Moser Zoltán fotóművész készítette. A szürke a kompromisszum színe, hiszen se nem fehér, se nem fekete. Szimbolizálja a semlegességet, egyszerűséget, szabadságot, elhatárolódást, egyedüllétet, titokzatosságot és még sok minden mást. Minden jó fotó egy üzenet. Az, hogy kinek, azt pontosan nem tudnám megmondani, de amikor ugye sok könyvet csináltam, sok kiállításom volt, akkor mindig elképzelem, hogy ki az, aki könyvet kézbe veszi, ki az, aki megnézi, és akkor ez egy nekik szóló üzenet, egy jó fotó. Na de egy kiállítás az nem üzenetek tömege, hanem valami érzésnek, gondolatnak az elmondása. A fotós szerint, ha egy kiállításon végigmegy az ember, az a jó, ha egy kép megfogja, és az lesz a sajátja. Nem tudja, miért nézi és miért szereti, nyilván azért, mert egy kép, de azt, hogy mi a kép és hogy miként készül, az senki ne kérdezze meg, mert tényleg varázslaton, véletlenen és akaraton múlik. Igazából azt szeretném elmondani, bemutatni szó nélkül, ugye a fotó az hallgat, de a hallgatással elmond valamit, hogy egy hónap múlva kirakok színes képeket, és vajon az itt lévők, vagy akik eljönnek megnézni, hogy mit gondolnak erről. Ugye? A színes képet én nagyon sokáig nem csináltam. Nagyon sokáig, és az utóbbi évben csak színeseket csinálom. És ennek a titka az, hogy az agyam átállt. Tehát nem az, hogy másként látok, másként gondolkodok, másként komponálok. És színeset sokkal bonyolultabb. Miközben mindenki színeset csinál, és itt van egy nagy, hát nem tudom most, hogy jellemezzem a digitálisnál, mert azt hiszik az emberek, hogy a színe, egy kattintással számítógéppel csinálnak fekete-fehére vagy szürkét, és az nem ugyanaz. Moser Zoltán rengeteg portréval rendelkezik, viszont színes képeket nemigen készít. A portré, nagyon sok portrém van. Tehát író portréimból 3000 van, ezt nagyon sokan tudják, de színeset soha nem csináltam. Pontosabban egyet csináltam, amit elvesztettem, hál' Istennek, úgyhogy az nem került be. Szóval egy nagyon nagy zavar van. Nagyon-nagyon nem kommunikáció zavar, esztétika, kommunikáció és technika. Tehát én ott voltam, és ez 89 után volt, 20 éve, amikor Kincses Károly, a fotomúzeum igazgatója, látott először digitális technikát. 20 éve volt ez. És most már mindenki digitálisban dolgozik, és most már ketten voltunk, de én vagyok most már az utolsó, aki még filmre dolgozik, mert az valami egészen más érzékenység.
ez nem azt jelenti, hogy amit én csinálok, az a jó vagy, vagy ezt kell követni, hanem ez valamiért más. A művésznek a kiállított képei közül több kedvence is van. Számára az a fontos, hogy képeire emlékezzenek, és ahogy mondta, az embereknek üzenetet adjon át. Több kedves van, ugye? Tehát most azok, amelyikben a szürkének ezerféle árnyalata jön, ugye? És itt vannak nagy képek és kis képek is. Azt elfelejtik az emberek, hogy egy kis kép is ugyanolyan értékes, forintba kifejezve, vagy mint egy nagy kép. Hát itt soha nem kedves képet csinál az ember, hanem akar valamit csinálni, hogy száz közül egy olyan legyen, ami érdemes megtartani. Azt szoktam mondani, hogy utánam öt kép marad, az egy nagyon jó. A kiállítás nem véletlenül azt a nevet kapta, hogy szürke 500 árnyalata, mivel az emberi szem a szürke 500 árnyalatát tudja megkülönböztetni. A kiállítást egészen június 20-áig bármelyik napon meg lehet tekinteni előzetes bejelentkezés után. Frissbonyhádi hírekkel legközelebb egy hét múlva várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!